Az, hogy megvásárolható vagy kölcsönözhető legyen egy film, szinte a rögzítés bevezetése után felmerült. Hogy a hordozónak nem feltétlenül kell kazettának és mágnesszalagnak lennie, rögtön a fejlesztések elején egyértelmű volt. Már csak azért is, mert az első ismert videórögzítő, Bert találmánya például gramofonlemezt használt. Később a szalagos rögzítés sokat fejlődött, a VHS és Betamax piaca már kialakulóban volt, mint felvétel, mint kölcsönzés terén, de mire az RCA előjött a szeddel, már a Philips is bemutatta a LaserVision-t. Az optikai adattárolás is több feltaláló szabadalmai együtteséből született meg. A transzparent, vagyis átlátszó lemez David Paul Gregg találmánya 1958-ból. A reflektív diszk, vagyis a fény visszaverése és a fókuszált lézerfény használata Kampan és Kramer szabadalmai. 1972-ben mutatták be az első prototípust. James Russell szabadalmaztatott 70-ben egy optikai digitális megoldást, melyből 73-ra működő prototípussal is rendelkezett. Az ő rendszere fotointenzív réteget használ az adattárolására, de az olvasás nem lézerrel történik, hanem egy nagy izzóval átvilágítja a teljes lemezt és a kivetített képet érzékeli. Ezért az alacsony kontraszt miatt a kiolvasás problémás volt. Az MCA felvásárolta Gregg szabadalmát, a Philips szintén azon volt, hogy felhasználva az elérhető koncepciókat készítsen egy optikai lemezt. Az MCA és a Philips egyesítették erőiket, és 72-re bemutatták az első saját prototípusukat. A Philips MCA és a Sony ezen szabadalmak összességéből kiindulva jutott el 1978-ra az analóg LaserVision-höz, majd Imming és Doi ezt alakították át nagy kontrasztú digitális formátumra az Audio CD-hez. Az eredeti lézerlemez 1978. decemberében került piacra Amerikában, mint DiscoVision kötőjellel és MCA márkanévvel. Európában pedig a Philips által preferált név a VLP volt, mint Video Langspiel Plate, vagyis hosszú lejátszási idejű lemez. De 80-tól már LaserVisionként forgalmazták, és az amerikai készülékeken pedig DiscoVision lett kötőjel nélkül. Az első megvásárolható film pedig a Cápa volt. Néhány évvel később a Philips MCA együttműködés megszűnt. Talán jobban érzékelhető az időpontok közelsége, ha úgy mondom, hogy 72-ben jelent meg a Philips VCR rendszere, 79-ben a Video 2000, 78-81 közt fokozatosan a LaserVision. Mindhárom forgalomban volt egyszerre, bár 80-ra a VCR fokozatosan kivezetésre került. Mindhárom esetében logó és névváltoztatás volt legalább egyszer. Mindhárom esetében kompatibilitási gondok voltak, az első és a többi generáció közt. Ugyanazokat a hibákat követték el Philipséknél, vagyis nem gondolta át senki, hogy melyik mellé álljanak, melyiket tolja a vállalat és mi legyen a stratégia. A LaserVision szerencséje, hogy 1980-ban a Pioneer, mivel fantáziát látott a dologban, bevásárolta magát a formátumba. Saját hozzáadott fejlesztései után pedig átnevezte LaserDisc-nek, ami a mai napig a köztudott neve. A lemez 30 centi átmérőjű és két egyrétegű alumínium fóliát tartalmaz. A rendszer analóg, FM modulált kompozit videójelet használ. Nagyjából az 1 colos vagy Type-C videó sávszélességében. Ez az oka, hogy a VHS és a Betamaxhoz képest is jobb minőséget ad. This is a microscopic photograph of the surface of a video disc. The craters you see are really minute pits, the information source of the system. On a typical half-hour disc, there may be as many as 14 billion of these tiny indentations arranged in up to 54,000 circular tracks. A beam of light focused down to 1/30,000th of an inch passes through the plastic layer, striking the pits, which interrupt the reflected beam. This on-off reflected beam is then translated into electronic impulses. Each of the 54,000 circular tracks is equivalent to one television frame. A működés lényege, hogy a pitek vagy barázdák itt nem nulla vagy egynek felelnek meg, hanem a hosszuk és távolságuk adja ki az FM modulált frekvenciát. Később digitális hangot is adtak hozzá, de ezek is FM modulációban kerültek a lemezre, így először demodulálni kell őket, és csak utána mehet a digitális hang az erősítőbe. Hogy ne legyen annyira egyszerű, a LaserDisc-nek is vannak variációi.
Az SP módnak megfelelő eredeti felvételi mód a CAV, Constant Angular Velocity. Egy kép per fordulat, 1500 fordulat per perc, a PAL, 1800 az NTSC esetén. Ez 30 perc per oldal műsorra elegendő. Lehetséges vele lassított lejátszás, visszafelé lejátszás és állókép is. A CLV lemezek Constant Linear Velocity 120 perc lejátszási időt tesz lehetővé, vagyis 60 perc per oldal, amit úgy ér el, hogy a lemez belsejéből kifelé haladva lassítja a forgási sebességet. Ezen lemezek nem képesek az úgynevezett trükklejátszásra, mint lassítás, stb. Állóképet pedig egy digitális memória ad, ha éppen nem spórolták ki a típusból. A legtöbb forgalomba hozott lézerlemez ezt használja. A harmadik megoldás a CAA, amit a Pioneer vezetett be, de sosem volt alkalmazva konzumer lemezeken. A CLV-hez képest annyi a változás, hogy a lemez sebességét nem folyamatosan lassítja, hanem úgynevezett ellenőrzött lépésekben. Ez javította a kép minőségen, és tisztább jeleket produkált. A legtöbb lemez analóg hangot tartalmaz, azonban főleg a japán és amerikai piacra kiadtak PCM digitális hangot tartalmazó filmeket és koncerteket. Később hadcsatornás Dolby Digital és DTS hang is előfordult, de ezek is FM moduláltak, tehát először demodulálni kell őket, amit egy külön megvásárolható dekóder tesz lehetővé. Az NTSC lézerdiszk a 90-es években egy analóg és egy digitális sávot tartalmazhatott maximum, míg az európai csak vagy analóg vagy digitális sávot. A késői kiadványok közt voltak többnyelvű és THX minősítésűek is. Ami már előremutató a lézerdiszk esetében, az az, hogy rendelkezik chapter pontokkal, vagyis a jelenetek közvetlen elérése funkció itt már megjelenik. Szintén előfordulnak extrák a lemezeken, mint például képek a forgatásról vagy verkfilmek. Az itt látható Pioneer típus 1997-ből már a nagyobb tudású lejátszók közül való. Ez már két normás, vagyis PAL és NTSC lemezeket is lejátszik, az oldalváltáshoz pedig nem kell megfordítani a lemezt, mert egy sinem mozog benne a lézeregység, és képes átmenni a másik oldalra. Külön tárca nyitható az audio CD lemezekhez. Az egyik csúcskészülék a Pioneer DVL-919, már DVD lejátszó is egyben, grafikus menüvel, digitális, optikai és koaxiális kimenettel, valamint analóg kimenettel is rendelkezik. A lézerdiszk képminősége rosszabb volt, mint a DVD, de jobb, mint a Betamax, Video 2000 vagy a VHS, mert a teljes sávszélességet használta. Kb. 425 sor NTSC, 440 sor PAL felbontással. Főleg eleinte a CAV technológiával készült lemezek esetében előfordult, hogy ne kelljen néhány perc miatt egy második lemezt adni egy-egy filmhez, time compression eljárást használtak. Vagyis kimaradt minden x-edik kép, tehát felgyorsították a filmet. A Laserdisc-nek a 80-as évektől voltak különféle fejlesztései, amik a számítógépes adattárolást célozták meg. Egyebek közt játéktermi gépekhez háttértárolóként, vagy könyvtári tároláshoz. Szintén próbálkoztak forgatások során erre a formátumra is rögzíteni a gyorsabb, azonnali visszanézhetőség eléréséhez. Ekkor még 35 mm-es film volt a fő filmes rögzítési forma.
széleskörűen laserdisc teknősnek nevezett figura az üres oldalak jelölésére szolgált. Némi változáson esett át az évek során, kissé vicces animációkban. Az 1987-es CD videó nem összekeverendő a videó CD-vel, a Philips újrapróbálkozása az európai piacon, mert a Laserdisc nem váltotta be a hozzáfűzött reményt. Különlegessége az, hogy az analóg kép mellett CD-kompatibilis részt is tudott tartalmazni. Három méretben kerültek piacra, 12, 20 és 30 centi átmérőjű lemezek, de csak a 12 cm-esnek volt CD-audio kompatibilis része. Ezek maximum 5 perc videó és 185 MB digitális hangot tartalmazhattak. A legnagyobb gond az volt vele, hogy az eredeti lézerdiszkjátszókkal nem volt kompatibilis, a későbbiekkel már igen. Mintegy 7 éven belül a forgalmazás leállt. Az idők folyamán kiderült, hogy a technológiának mind lézerdiszk, mind CD videó esetében van egy megoldásra váró problémája, amit egyébként az audio CD is megörökölt a kezdetekben. Ez pedig a lemez anyagának az oxidációja. Elsősorban a külső peremétől indul befelé, és lejátszhatatlanná válik. Olyasmi lesz, mint egy összegyűrt videószalag. Ezt a későbbiekben sikerült csökkenteniük. This is Max Headroom coming to you live and direct on my first satellite link up. A Sony próbálkozása a VSD, Video Single Disc, 1990-ben a japán piacra. 12 cm-es laserdisc alapú új formátum, de még analóg, és maximum egy stereo hangot tudott tartalmazni. ...1991-ben néhány gyártó bemutatta a Muse LD-t, vagyis az analóg HDTV jelet használó lézerlemezt. A rendszer a japán piacra készült elsősorban, vagyis NTSC 1920x1035 soros High Vision Japan HDTV szabvánnyal megegyező. Az egyik legfontosabb fejlesztés azonban, hogy lényegesen vékonyabb sávokat használt, így növelve az adatmennyiséget. Hátránya, hogy Muse decoder is kellett hozzá. Sony és Pioneer fejlesztés volt az írható lézerlemez, a CRV, Component Recordable Video Disc. Két oldalas, egyszer használható felvételre, a lemez egy tokban volt elhelyezve és komponens videójeleket használt. A képminőség a Beta SP-hez volt hasonló, és a stúdió felhasználást célozta meg. Az RLV, Recordable Laser Video Disc már lefelé kompatibilis, nincs tokban, ezért bármely laserdisc lejátszóval visszanézhető a felvétel. 1984-től már kapható volt. A lemezen a szektor címzés már a CD lemezekhez hasonló megoldás. You men will be the first wave in our
Annak ellenére, hogy a lézerlemez nem mondható nagyon sikeresnek, közel hasonló ideig volt összességében forgalomban, mint a VHS. Igaz, egyre szűkülő piaccal. Az első kiadvány Észak-Amerikában a már említett cápa 1978-ban, az utolsó film pedig 2000-ben a Bringing Out the Dead. Európában a brit piacra az utolsó megjelenés 1999-ben valószínűleg a Small Soldiers, a csipkatonák, Franciaországban 2000-ben az Enemy of the State, a közellenség volt. Japánban egy kicsit hosszabb életű lett, mert karaoke lemezeket még 2004-ig adtak ki. Köszönöm, hogy végignéztétek, találkozunk legközelebb, sziasztok!